A győzelem nélkül álló sereghajtóhoz utazott a Nyíregyháza, így már a találkozó előtt sejteni lehetett az összecsapás végkimenetelét. Nem is történt meglepetés, az első negyedben mindössze 9, a másodikban pedig 8 pontot szerzett a házigazda. A vendégek ezzel szemben 48 pontot dobtak az első félidőben, így a folytatásban csak az volt a kérdés, hogy eléri-e a 100 pontot az NKS. Végül ez is összejött a 70 pontos győzelem mellett. Farkasinszky Gyuláné szerint a nagy különbség ellenére is tudna profitálni a mérkőzésből. Azt tudtuk jó, hogy azért utánpótlás korú játékosokból áll a Szolnok csapata, nézve az eredményeket, meg játszottunk már egy hazai mérkőzést is ellenük, tudtuk jó, hogy ez elsősorban arra lesz jó, hogy különböző feladatokat gyakoroljanak a lányok, ezért próbáltuk is őket külön játszatni, a felnőtt játékosok játszottak 5 percet, mentek a junior játékosok. Azt mondtam, végül is mégiscsak az idősebbekkel játszottunk többet, mert a juniorok előző nap is mérkőzést játszottak. Hát az igazság, hogy próbálkoztunk, mondom, tehát a védekezést gyakorolni, megnézzük azt, hogy a zónavédekezésünk hogy működik, megnézzük azt, hogy a játékban mi az, amit lehet gyakorolni a következő mérkőzésre. Hát maradjunk annyiban, hogy ez egy ilyen laza, el voltunk, basszolgattunk, játszogattunk, tehát de tudtuk, hogy erre lehet számítani, tehát is igazából ez nem volt meglepetés a csapat számára. A zöld csoport tabelláját az MTK TFS-e vezeti 12 győzelemmel és 1 vereséggel. A nyíregyházi kosársuli 9 győzelemmel és 3 vereséggel második, megelőzve a vele azonos mutatóval harmadik DVTK U23-at. 15. fordulóban az NKS a diógyűrieket fogadja. Ez egy nagyon, nagyon komoly mérkőzés lesz, tehát itt minden erőnkre szükség lesz, minden tudásunkra, a szurkolókra és minden más egyébre. Az igazság, hogy ez olyan szempontból is nehéz, hogy neki van 12 helyen azonos képességű játékosa, ugye ő hozza azokat a játékosokat, akik az NB1-es csapattal edzenek, akár Euroligát is játszanak, és ezzel ellen kell nekünk fölvennünk a versenyt, ami közel se egyszerű, de a labda gömbölyű, a játékosok jönnek, mennek, mi éppen arra koncentrálunk, hogy ne legyen beteg játékosunk, mert most itt a héten azért többen is maradtak otthon betegen. Pontosan azért hagytuk itt a Szolnok elleni mérkőzésről is, hogy legyen még idejük arra, hogy itt a gyógyulásuk az biztos legyen, és esetleg már kettől vagy szerdától már be tudnak állni az edzés munkába, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy megnyerjük ezt a mérkőzést. A nyíregyházi kosársuli DVTK U23 mérkőzés vasárnap 17 órakor kezdődik a Szent Imre csarnokában.